Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan értsd meg jobban az anyanyelvi angol beszédet, vagy az anyanyelvi angol beszélőket. Nos, a nyár folyamán nagyon sok levelet kaptam tőletek, amelyeket ezúton is köszönök. Azt látom, hogy egyre többen használjátok a módszeremet, vagyis hogy angol nyelvi filmekből és sorozatokból tanuljatok nagyon tudatosan angolul. Ha esetleg új vagy még a csatornán, és nem tudod, hogy miről van szó, akkor fönt a kártyán megtalálod a teljes playlistet az összes ezzel kapcsolatos videóval. De arra panaszkodnak nagyon sokan közületek, hogy még a harmadik megnézéskor sem értik, hogy mit mondanak az angol szereplők, vagy az amerikai szereplők egy-egy adott részben, és az a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Nos, én pontosan tudom azt, hogy mennyire idegesítő érzés az, amikor már mondjuk 4-szer, 5-szer, 6-szor megnéztél egy részt a kedvenc filmedben vagy a sorozatodban, de még mindig nem érted meg, hogy mit mond az a kedvenc karaktered vagy az adott szereplő. És ezt azért tudom ennyire pontosan, mert én is átéltem ezt a helyzetet. Minden angol tanuló vagy angol nyelvtanuló átmegy ezen a stáción. Úgyhogy az első és legfontosabb tanács az, ez tulajdonképpen nem is tanács, hanem amolyan irányelv, hogy legyél türelmes magaddal. Lehet, hogy most még nem érted, de minél többet foglalkozol angol nyelvi tartalommal, és minél többet nézel és hallgatsz angol nyelvi szövegeket, úgy idővel egyre könnyebb lesz megérteni a szereplők beszédét. Úgyhogy az első lépés az, hogy legyél türelmes magaddal, nincsen varázspirula, nincsen csodamódszer, ami hétfőről szerdára vagy csütörtökre téged teljesen átalakít, és tökéletesen fogsz érteni minden angol nyelvű szöveget. Ehhez egyszerűen idő kell. De a jó hír az, hogy idővel mindenkinek, aki rendszeresen dolgozik ezért az eredményért, mindenkinek ki fog alakulni az a szövegértési készsége, vagy fejlődni fog a szövegértési készsége. A második számú tanács, és ez már egy konkrét tanács, hogy hallgass rövid angol nyelvű szövegeket minden egyes nap. És ez lehet, hogy nem tűnik valami radikális újdonságnak, viszont a hangsúly itt a rövid angol nyelvű szövegen van. Nagyon sokan azzal kezdik, hogy természetesen össze akarják kötni a kellemest a hasznossal, és a kedvenc sorozatukat, mondjuk a Trónok harcát kezdik el angol tanulásra használni, ahol egyrészt a szereplők talán a szokásosnál is egy kicsit gyorsabban beszélnek, és ami ennél is komolyabb probléma, akcentussal beszélnek. És a kezdő szövegértők számára ugye ez egy hatványozottan nehéz feladat, épp ezért idővel elmegy a kedvük az egésztől, és dobják a kukába az egész módszert. Éppen azért, hogy ezt a helyzetet és ezt az állapotot, ezt a elkedvetlenítési állapotot elkerüljük, ezért én azt javaslom neked, hogy ne rögtön a másfél órás filmmel, vagy az sok akcentusú szereplőt felvonultató sorozattal kezdj, hanem nagyon rövid, 2-5 perces angol nyelvű szövegekkel, ahol a szereplők brit akcentussal beszélnek. Tehát semmiféle extra nehézséget ne gördíts a saját utadba, hanem minél inkább igyekezz megkönnyíteni a saját nyelvtanulási folyamatodat és a nyelvtanulási élményedet. Ha esetleg természetesen a YouTube-on 1000 és 1000 ilyen rövid angol nyelvi videó van, de van egy kifejezetten kezdő nyelvtanulóknak szóló weboldal, ahol nagyon sok ilyen rövid 2-3-5 perces szöveget találsz, ahol a szereplők vagy a beszélők nagyon lassan és nagyon tisztán beszélnek.
Ezt a weboldalt, ha lejjebb görgetsz, megtalálod a videó leírásában. Tehát a türelmesség után a második lépés az, hogy gyakorolj minden egyes nap, de ne a kedvenc sorozatoddal, hanem lehetőleg ezzel a weboldallal, vagy bármilyen más YouTube-on megjelenő tartalommal. És a harmadik lépés az, hogy legyél koncentrált hallgató. Legyél koncentrált hallgató. Mit jelent ez? Nagyon sokan, és ezzel az én családom is ugyanígy van, szeretik azt a módszert, hogy valamilyen angol nyelvű, vagy bármilyen más nyelvű film vagy sorozat megy a háttérben, és ők közben valami teljesen mást csinálnak, például mosogatnak, főznek, vagy valamilyen más tevékenységgel foglalkoznak. És ugye a tévé az tulajdonképpen egy ilyen háttérzajként funkcionál a szoba sarkában. Én nem mondom azt, hogy ez teljesen rossz, ennek is van valamilyen haszna és valamilyen értelme, hogy háttérben szól az angol nyelvű szöveg, de ha igazán fejlődni szeretnél, akkor semmilyen más tevékenységgel ne foglalkozz, hanem koncentráltan csak azzal foglalkozz, hogy próbáld megérteni azt az adott szöveget, amit éppen hallgatsz. Ugye, ha te beszélgetsz egy külföldi barátoddal, vagy egy angol nyelvű emberrel, akkor ebben a kommunikációs szituációban is, de valószínűleg ideális esetben nem a telefonodat fogod pörgetni, vagy egy újságot fogsz olvasgatni, hanem teljes figyelmeddel arra az adott személyre, arra az adott beszélőre fogsz koncentrálni. Úgyhogy ugyanezt kérem tőled, vagy ugyanez lenne az ideális, amikor otthon a szövegértési készségedet fejleszted. Ugye pont arról van szó, hogy mint a konditeremben, mikor valamilyen izomcsoporttal dolgozol, vagy valamilyen izomcsoportot próbálsz fejleszteni, itt is tulajdonképpen a füledet kell rászoktatnod arra, hogy minél jobban megértse azt az adott beszélőt, és minél gyorsabban szűrje ki az információkat az adott szövegből. Tehát összefoglalva, légy türelmes magaddal, hallgass minden nap rövid angol nyelvi szövegeket, és koncentráltan, fókuszáltan csak az adott szövegrészre figyelj. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!